Az iskolaszék kedden döntött arról, hogy Gordán Kolost támogatja Petőfi igazgatói posztjára. Bár a dolgozói gyűlés szavazatai az eddigi igazgatót támogatták, az iskolaszéki döntés azután született, hogy az iskolaszék tagjai számára is kiderült, hogy Urbán Zsuzsanna szabálytalanságokat követett el igazgatói munkája során. Urbán Zsuzsanna, aki a VMS tagja, a médiának arról beszélt, hogy a pártból megkérték arra, hogy ne pályázzon az igazgatói posztra. A cikk megjelenését követően a héten a VMS zentai politikusai sajtótájékoztatót tartottak. Ezen már arról beszéltek, hogy Urbán Zsuzsanna szabálytalanságokat követett el igazgatói munkája során. Erre fölhívta a figyelmét a nagybecskereki iskolaigazgatóság több alkalommal, illetve az oktatási államtitkár asszony Vicsek Anna Mária is. Mindezen figyelmeztetések mellett sajnos nem változtatta meg a döntéseit, önhatalmú döntéseket hozott, és ezen önhatalmú döntéseknek az eredménye az, hogy a VMS úgy gondolta, hogy ezentúl nem támogatja. Az igazgató neve szerepelt azon több mint 30 intézményvezető között, akiket a szabálytalan munkásságuk következtében a szerb oktatási miniszter az elmúlt időszakban felmentett posztjukról. Urbán esetében ez nem történt meg korábban, mivel a megszűnő Sztefán Szrémác iskola komplexum átalakulásakor jelentős munkát végzett el. Azonban a Petőfiben is megtörtént, hogy az igazgató állandó munkaviszonyban lévő szakpedagógusokat nem részesített előnyben az órák elosztásánál, ellenben nem megfelelő végzettséggel rendelkező embereknek biztosított munkát, mondta Pék Zoltán. A témával kapcsolatban kerestük Urbán Zsuzsannát is, de nem sikerült elérnünk.